Igyekszem aktív életet élni, eddig sikerült is, mindig legalább 2-3-4-5-6-7 tevékenységet üztem. Nagyon fontos, hogy igyekszem a tevékenységeimet minél magasabb szinten űzni, függetlenül attól, hogy ez egy hobbit jelent, vagy egy szolgáltatás, de azt gondolom, csak akkor érdemes foglalkozni vele, hogyha az ember a maximumot tudja kihozni belőle. Ring István vagyok, élménykészítő kisiparos, szőnyeg és kárpit tisztító. Jelenleg 3 fő csapáson tevékenykedem. Verklivel járom az országot, van egy vándorjátszóterem, egy fa vándorjátszóterem, amivel ugyancsak az országot járom. Nagyon fontos, hogy nem csak járom az országot, hanem járjuk az országot a feleségemmel együtt, mert ez közös tevékenység. Ezen kívül hát a városban engem nagyon sokan szőnyeg és kárpit tisztítóként ismernek. Aztán most egy új hobbim keletkezett az utóbbi időben, mert a vándorjátszótér összes játékát saját magam készítettem el, ugye minden fából van, de úgy gondoltam, hogy sokkal színesebb, hogyha rongyszőnyegek vannak a játékokhoz odaterítve, úgyhogy nekiálltam rongyszőnyeget készíteni, tanuló fázisban vagyok, de már egy 10 pár darab szőnyeg elkészült, és nagy örömömet lelem ebben a tevékenységben. Észreveszem magamhoz, nagyon vonzódom a régi életformához. Tehát én ezt többször mondtam már, hogy el tudnám magam képzelni 100 évvel ezelőtt is. Azt gondolom, hogy ugyanilyen jól érezném magam az életben. Én kényes vagyok a becsületre, kényes vagyok az adott szóra, kényes vagyok a pontosságra. Tehát ezek számomra alapvető dolgok. Ma már úgy látom, hogy ezek nem annyira képviselnek értéket, mint én szeretném. Kell a nyüzsgés, kell az, hogy tömegben lehessek, kell az, hogy szórakoztathassak embereket, de ugyanakkor, ha tehetném, sokszor elbújnék, hogy senki ne lásson, ne halljon, sőt, igyekszem úgy rendezvényeken nézőként részt venni, hogy nem szeretnék én senkivel beszélgetni, csak csendben ülni és nézni, de hát a fizimiskám ezt nem teszi lehetővé, tehát sajnos szoktam mondani, hogyha az ember különc, azt vállalnia is kell. Én nem tudatosan alakítottam ki ezt a külsőt magamnak, ez nem úgy történt, hogy hú, nekem most hosszú bajuszom lesz. Amikor katona voltam, akkor hagytam meg először egy picit hosszabbra, pödörhetőre, mert az alaki szabályzatban az volt benne, hogy száj középig érhet a katona bajusza, és akkor hát ilyen polgárpukkasztásképpen fölfele meghúztam a hegyét. Aztán vőfékként nem ártott, hogyha az ember kinézete egy kicsit eltér az átlagtól, tehát hogy felfigyelnek az emberre. Hát és mivel most jelenleg kackiás verkés és kackiás vándorjátszótér a két szolgáltatásom, így meg természetes, hogy a bajusz hozzátartozik a külsőmhöz. A Verkli egy tulajdonképpen tudatalatti keresés eredménye, mert hát én nagyon sokáig zenéltem aktívan rendezvényeken, és sokszor idézőjelben szenvedtem attól, illetve hát szükségét láttam volna annak, hogy egyedül is tudjak zenélni, de szaxofonosként ezt nem tudtam megtenni. Aztán a Verkli az igazából úgy jött, hogy a múzeummal mentünk egyszer Budapestre a múzeumok majálisára, és az igazgatónő mondta, hogy hát mégis hogy fogunk megjelenni. És mondtam, hogy a két dolgot lehet tenni, vagy látvánnyal, vagy hanggal kell felülemelkedni a többieken. És akkor beötlött, hogy hát csinálok egy Verklit. És én ehhez énekeltem ott a majálison, és hát szenzációs nagy sikere volt a történetnek. Én élveztem legjobban. És akkor ez volt májusban, szeptemberben elmentem a Keszthelyi Verkli Fesztiválra, ami akkor a második Keszthelyi Verkli Fesztivál volt. Ott körülnéztem, és következő év februárjában már Verkli tulajdonos voltam. És azóta boldogan kísérem magam a saját zenémmel, a saját énekhangommal, mert én készítem a szalagokat a Verklihez. Tehát én olyan zenéket énekelek, amihez én készítem el a zenei kíséretet. Én még a paksi szülőotthonban születtem, ahol a gólya volt a kéményen, mint tudjuk, tehát a gólyamese abszolút feküdt Pakson. Mindig is paksi ember voltam, Budapesten tanultam, de én akkor is paksinak éreztem magam. Itt éltek a szüleim, a nagyszüleim, az egész családom itt van, és én szeretem ezt a várost, jól érzem itt magam. Diák voltam, fiatal ember voltam, mikor a Paks 1, ami ma már Paks 1-nek nevezett atomerőmű épült, és én akkor azt tapasztaltam, hogy Paks megpezsdült. Gyerekfejjel is azt láttam már, hogy megpezsdült, kultúra lett Pakson. Kinyílott a város, rendezvények lettek,
anyagilag megerősödtek az emberek, tehát a létbiztonság nagyobb lett. Azt láttam, hogy épül, szépül, újul a nagyközség, és város lesz belőle. Egy hatalmas fejlődés tanúja voltam. Én nagyon szeretném, ha újra ez jönne létre. Pest üljön meg a város, újra fejlődjünk egy nagyot, hogy egy még boldogabb, még szebb jövő elé nézhessünk itt.